Nagyon sok ruhát vásárolok, és megmondom őszintén, nem szeretek nagyon próbálgatni, ezért aztán sokszor előfordul, hogy mellé is fogok, de ami a fontos, hogy mindig fellépő ruhaszerű dolgokat szeretek nézegetni, mert általában olyan kapkodós ruhám rengeteg van, és mindig azon akad meg a szemem, például ezen a blúzon, ami olyan nagyon figyelemre méltó, vagy akár a színpadra is jó. És akkor rengeteg ruhát el szoktam ajándékozni, ami végül is nem jön be, ugye, és azt mondom, hogy úristen, ez egy mellékfogás volt. Úgyhogy gyakorlatilag valahol mindig a színpad az elsődleges szempont. Persze, hát sokkal inkább magyar szalonokkal szoktam így együtt dolgozni. Budapesten is van egy szalon, sőt kettő is, akikkel szoktam így ruhákat csináltatni. Például esküvői ruhaszalon, ahol azért nagyon-nagyon jól tudnak varni. Vagy akár egy férfi ruhaszalon, ahol ha tudom, hogy valaki férfi cuccot tud varni, ugye nadrágot vagy zakót, akkor az már biztos, hogy tud olyat is varni, ami nekem jó. Sajnos nem tudok mindig lejönni Kaposvárra. Például az ilyeneket is nagyon szeretem. Az ilyen valami érdekesség van benne, és ugyanakkor meg mégiscsak kényelmes.